Bíróság elé állhat az a férfi, akit a Kecskeméti rendőrkapitányság munkatársai 2021. július 13-án elfogtak és előállítottak. Az akkor 29 éves helybéli férfi a gyanú szerint 2020. decembere és 2021. júliusa között több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett. A tolvajboltokra és benzinkutakra szakosodott, és jellemző módon többször visszament egy-egy helyre. Autóval beállt a város üzemanyagtöltő állomásaira, majd tankolás után fizetés nélkül távozott, vagy kannákba töltötte az üzemanyagot, és azt szintén nem fizette ki. Áruházakból, kisboltokból műszaki cikket, ruhákat, szeszes italt tulajdonított el. A sértetteknek okozott kár 1000-2000 forinttól 300 ezer forintig terjedt. A férfinak alkalmanként bűntársai is voltak, négy fiatal lány és egy 19 éves fiú. Ők fedezték a tolvajt a tankolás alatt, vagy miközben lopott. A most 30 éves bűnelkövetőt és öt társát üzletszerűen elkövetett lopásokkal gyanúsítják, a bűnbanda tagjai jelenleg szabad lábon védekezhetnek. Ügyükben a nyomozás befejeződött, a Kecskeméti rendőrkapitányság vizsgálati osztályának munkatársai az iratokat átadták a járási ügyészségnek.